Kiskorában balettáncos nő szeretett volna lenni, de végül színésznő lett. Ahogy a nő mondja, nem volt más út. A főiskola elvégzése után 8 évet töltött a Nemzeti Színháznál, majd 1990-ben a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház tagja lett. Pregiczer Fruzsina, Jászai Mari díjas színművész köszöntöm a stúdióban. A szülei nem szerették volna, hogy színésznő legyen, vajon miért történhetett ez? Teljesen hagyományos polgári családból jöttem. Semmi közük nem volt a szüleimnek a művészethez, semmiféle találkozási pont nem volt. Apám féltett. A szüleim a közhelyeket tudták a színészetről. Azt hitték, hogy mindenféle feltételekhez fogják kötni, hogy én szerepekhez jussak továbbá. Édesapám 1991-ig börtönviselt embernek számított politikailag, és apám nagyon féltett attól, hogy semmiféleképpen nem fogok előre jutni a származásunk miatt, és mindenféle csalódás fog érni. Én meg abban a templomi közösségben, hová jártam, a Rózsafüzér királynője zuglói plébánia templomban, az egyik hittantársam a kezemben nyomta a vigíliának több számát, amelyben Mezei Máriának volt a naplója a folytatásokban. A Valamit hoztam a hegyekből címűt, amikor is 1945-ben a Tátrában bujkált, és az Isten kapcsolatáról fogalmazott meg gondolatokat. És az volt számomra egy olyan fontos állomáskő, hogy így mutattam a szüleimnek, hogy van színész, aki hisz Istenben, és lám-lám milyen volt az élete. Csodálatos osztályfőnököm volt az Elte Radnóti Miklós gimnáziumban, Zsuffa Zoltán, Zsuka néni, aki, amikor a szüleim nem akarták aláírni a felvételi lapot, akkor még ilyen volt az élet, akkor könyörgött a szüleimnek, hogy adjanak lehetőséget, hogy valameddig eljuthassak. És aztán, amikor az első felvételi először nem sikerült, és felvettek a Nemzeti Színház stúdiójába, aminek az idén lesz az 50 éves nagyszabású évfordulója és ünnepe. Éreztem, amikor oda kerültem, és Sinkovics Imre mellett a Mózesben, mint nép vertem az agyakdobot, és néztem rájuk, azt éreztem, hogy a helyemre kerültem. És ez még a színművészeti előtt volt? Igen, egy évet töltöttem a Nemzeti Stúdióban, és amikor egy év után felvettek Marton Endre az akkori Nemzeti Színházi igazgató osztályába, illetve éppen akkor váltotta le Pozsga Imre, őt és Major Tamást, amikor oda kerültem, azt éreztem, hogy nekem még egy évet a stúdióban lennem, azt éreztem, hogy nem tudok eleget, kiváló oktatás folytott. Bodnár Sándor, aki egy méltatlanul háttérbe szorított színészpedagógus és rendező volt, Gellért Endre osztályába járt, csak rendezett egy Németh László által írott Második József drámát, és azt hiszem ez megpecsételte politikailag az életét, és csak rendezőasszisztensként dolgozott, illetve amikor a Mózest megrendezte Marton Endre, a Nemzetiben azt mondták, hogy ne az utcáról betessékelt akárkik álljanak Sinkovics Imre mellett, hiszen a Mózes az a Mózes és nép konfliktusáról szóló folyamat. Tehát muszáj, hogy olyan tekintetek és olyan állapotok legyenek a színpadon, hogy méltó párbeszéd zajoljon a Mózes és a nép között. És így a színművészetiről kiesett, kirostált fiatalok közül vettek oda föl folyamatosan embereket. Így az első évfolyamban ilyenek voltak Sinkovics Imre körül, a Mózes bemutatóján, mint Hámori Ildikó, Trokán Péter, Lázár Kati, és még sokkal mások. 1990-ben ön majdnem felhagyott az egész színészettel, és tudatosan szakított ezzel a pesti színházi világgal és a pesti léttel. Ezt megbánta? Nem. Nem. 90 nyarán, még mielőtt elmentem volna Nyíregyházára, azért se azt mondom, hogy lementem Nyíregyházára, hanem ez is fölmentem Részakra, és ez olyan szokás, hogy lementem a vidékre, és én ezt ilyen emelt hővel azóta is mondom, hogy minden színészt elküldenék vidékre, aki megszerzi az elméleti oktatást, és ott az iskolapadba kijön,
mindenkit elküldenék, hogy a saját bőrén tapasztalja meg, mi az szemtől szembe a közönséggel, és utána kimegyek az utcára, a piacra, a többi. Tehát azt a fajta felelősséget, hogy mi az színésznek lenni, azt Budapesten sokkal kevésbé, Budapesten nem tapasztaltam meg. Nagyon személyes légkör alakulhatott akkor ki, ez alatt a 26 év alatt most már. Igen. Hát 26 év alatt azért egészen, szóval sokkal többről is szól az életem, mint a Móri Zsigmond Színház, hiszen én azzal a budapesti gőggel mentem le, hogy homok, alma, cigány, ja meg színház, azt mi csináljuk. És én ezt megfogadtam, hogy annyi minden szép és jó és fontos dolog történt azóta az életemben, hogy ezt mindig elmondom, ha nyilvánosság elé kerülhetek, mert bocsánatot szeretnék kérni, hogy én ezt gondoltam a térségről. Mert sokkal bonyolultabb, izgalmasabb és gazdagabb, mint amit eleve gondoltam. Mint Budapest? Nem, mint amit Budapesten gondolnak a nyírségről, a szabolcsiakról. Hogy ott mi lehet, a zsupfedél, meg a pálinka. Hát nem, hát ennél már sokkal. Azóta 26 év alatt rengeteget fejlődött a térség, nem csak a város. Azt jól érzem, hogy ön teljesen másképpen a színészethez, mint akármelyik másik színésznő. Nem tudom, én így állok, és az biztos, hogy a budapesti életem óta, tehát 26 évvel korábbi önmagamhoz képest egészen másmilyen vagyok. Nagyon-nagyon fontos belenézni a tekintetekbe, és nagyon fontos annak a felelőssége, hogy az ember, amikor belenéz, akkor mit ad oda. És hát ez a 26 év is megtanította a gyerekem, megtanították a kispapok, mert 5 éve tanítok a Szent Atanász Hittudományi Görögkatolikus Főiskolán, és a velük való foglalkozás is erre tanított meg. Megtanítottak a nézők, akik megszólítanak az utcán, és a teljes nyíltsággal és szeretettel szólítanak meg, és mondják el, hogy milyen voltam, amikor nem... Őszintén. Igen, no, abszolút. És ez nekik fontos, tehát az, hogy elmondják, hogy mi a véleményük, az nagyon fontos számukra. Úgynevezett Dérini hadművelet is fontos szerepet játszik az életében. Erről mit kell tudni, és most jelenleg hol tart ez a projekt? 6 évvel ezelőtt találtam ki, mert 20-valahány év alatt nagyon megváltozott a kultúrának a helyzete Magyarországon, és bizony nagyon sok olyan falu, kistérség van, ahova egyszerűen nem jut el színház, azok az embereknek meg nincs pénzük elmenni, tehát valamit ki kell el találni, hogy egyáltalán az, hogy emberek ott vannak a színpadon, és csinálnak valamit, és egy légtérben vagyunk, és ez tehát hiányozni fog nemzedékek életéből az élő színház. Azért Dérini hadművelet, mert Dérini is járt a bántor színészként a vidéket. Népi adomákból, székely történetekből összeraktunk egy fűzért, és jöttünk, mentünk, mi díszítettünk, kellékeztünk, odafigyeltünk egymásra is azóta, és hogyha hívnak, akkor mindig megyünk. Olyan, mint egy templom, ezt mondta az egyik hallgató, egyik hátrányos helyzetű tanítványa. Igen. A színházra. Igen. Valóban olyan? Annak kellene, hogy legyen. Aztán vagy sikerül, vagy nem. Természetesen minden, ahogy duzzad, egy picit hígul. Most voltam Csíksomjón éppen, és vettem észre szomorú dolgokat, hogy az erdő alján sört árusítottak a szertartás alatt, amit meg voltam döbbenve. Ilyen nem volt. Az egész környéken nem lehetett alkoholt kapni. Tehát sajnos ez a nagy számok törvénye szerint előfordul, de hogyha az emberben megvan a markáns és eltéríthetetlen szándék, hogy milyennek kell lenni a dolognak, és tudom a társaimról, meg tudok fertőzni fiatalokat, akkor őrizni kell ezt a templomságot. Mert erről kell, hogy szóljon a dolog. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Pregitzer Fruzsina, Jászé Mari díjas színésznővel beszélgettem. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra.